Hősiesen küzdött a szabadkai sétaerdei medencében a Spartacus vízilabda klub 2001-es születésű nemzedéke. Plető Lákos egykori edzőjétől tanult technikával talált hálóba. Nagyon sokat megtanultam tőle, a mostani edzőm ő kamatoztassa, és hát nagyon sokat köszönhetünk neki is. A kékfehéreknek ezúttal nem sikerült felülkerekedni ellenfelükön, ennek ellenére szép emlékekkel hagyták el a medencét. Szerették Mirko edzőt. Csodálatos ember volt, nagyon jó. A csapatot Lábadi Sándor edzi tovább. Nehéz az árnyékába nyomába lépni, de majd megpróbálom is, akkor remélem, hogy eredményem majd bizonyítom is ezt. Mirko Vujkovics Szabadka jeles sportolója és edzője 73 évesen hunyt el tavaly szeptemberben. 40 éven át sportolt vízilabdázó, kézilabdázó és jégkorongozóként, majd éveken keresztül a Spartacus vízilabda és jégkorong csapatát edzette. Jugoszlávia jégkorong válogatottját is vezette. Fia hagyományossá szeretné tenni az emlékére szervezett vízilabda tornát. Ovom prilikom smo skupili određenu malu neku sumu donaciju, to sve da jednom i drugom klubu prozivci i Spartaku da kupimo lopte, mrežice za golove i kapice. I to nam je cilj da svake godine održavamo tu tradiciju. A gyerekek után az öreg fiúk is összecsaptak a sétaerdei medencében. Ők is Mirko Vujkovics valamikori tanítványai voltak.